Köszöntöm a kedves nézőket, ez ezen az igen esős napon. Itt vagyunk Százhalombattán, a Benta parkban. Szándékosan választottuk ezt a vizet, méghozzá olyan vizet, ahol 100 méter vagy akár nagyobb dobásokat is végre tudunk hajtani, illetve meg tudunk próbálni végrehajtani. A célunk pontyozás, méghozzá speciális botokkal. Olyan botokkal, amik kimondottan a nagy dobásokra, kimondottan a hosszú távú és jó fárasztásokra lettek kiképezve. Az Energofish két új botjáról, illetve két speciális orsójáról fogunk beszélni, illetve ezeket fogjuk tesztelni. Az orsó, illetve a bot neve is Longcast, utalva arra, hogy a nagyobb, hosszabb dobásokat, elnyújtott etetéseket tudjuk velük tesztelni. A Longcast név ugye kimondottan a hosszú dobás és a nagy távokra utalnak. Ebből a 360-as, illetve a 390-es hosszban teszteljük a botokat, az orsót a 6, illetve a 8000-es méretben. Egy pár szót a botokról. Kétrészes, 3,5 librás, 360-as, illetve 390-es botokról van szó. Kimondottan nagy keverőgyűrükkel és kevés gyűrűszámmal van ellátva, éppen azért, hogy dobáskor a zsinór minél könnyebben, minél simábban csúszson ki rajtuk, erősített spitzgyűrükkel. Előnye a botnak, hogy kecses, karcsú, könnyű, nem minthogyha sokat tartanánk kézbe, kimondottan fárasztáskor lesz kézbe, de a dobások kivitelekor érezzük azt a könnyű botba rejlő energiát, és éppen ezért meg fogunk vele próbálni olyan maximális dobásokat elérni, hogy mi az a táv, amivel mind a szerelékünket, mind az etetésünket be fogjuk tudni juttatni. Egy ilyen alkalomra készült a Longcast orsó is. Egy pár szót az orsóról. A 6000-es a kisebbik testvére, a 8000-es a nagyobbik testvére. Mind a kettőn látszik, hogy kimondottan nyújtott a dobja, sokkal-sokkal jobban pereg le róla a zsinór, sokkal könnyebben fut le, ugye, és húzza magával az ólom a zsinort. Ami az előnye még az orsónak, hogy fém dobja van, és egy legömböített első résszel rendelkezik, lényegesen jobban kíméli a zsinorunkat, és lényegesen tovább, illetve hosszabb lesz az élettartama. Robosztus markolattal elérték azt, hogy könnyű csévélés biztosít. Elegáns orsó, és nagyon-nagyon szépen passzol a bothoz is. Ha ilyen hosszú dobást akarunk végrehajtani, figyelnünk kell a szerelékünkre is. A szereléket általában úgy szereljük össze, hogy dobáskor még véletlenül se gubancolódjon. Több olyan szerelék jöhet szóba, ami ilyenkor alkalmas lehet. Én a sok közül az egyiket választottam. Ennek a lényege, hogy az olmon egy oldalt kivezetéssel húztuk el az előkét. Az előkét egy pici műanyaggal eltartom az ólomtól, ekkor ugye képzeljék el, a repülés közben az ólom fog előmenni, az előke pedig a főzsinórunk mellett fog libegni, még véletlenül sem adva meg rá az esélyt, hogy rátekeredjen a főzsinórra. Ezekkel a szerelékekkel, illetve ebben a felszereléssel méltán bízok abba, hogy 100 méterre is el fogok tudni dobni. Ami még nagyon fontos, és itt el kell mondani, azért is sok esetben fontos a nagy dobás, mert a parthoz közelebb lévő halak már ugye a jó bevált etetésekből, illetve a horgászatból mindig óvatosabban kapnak. De bent, amikor már egy picit biztonságban érzik magukat, mindig vehemensebb a kapás, mindig húzósabbak lesznek a kapásaink, és mindig biztán várhatunk akár nagyobb halat is. Nézzük meg, hogy ebben a felszereléssel és ebben az időben mit fogunk tudni produkálni. Térjünk rá az etetésre. Amikor ilyen nagyobb távú horgászhelyet választunk, mert kénytelenek vagyunk ez esetben ezt választani, mindenképpen el kell érnünk azt, hogy egy koncentráltabb etetést kapjunk a bójánk mellett, illetve az általunk kinézett hely mellett. Ezeket aránylag a partról két-háromféle módszerrel érhetjük el. Az egyik, ami ezt a célt szolgálja, az a parittyázás. Ezekkel a botokkal alkalmunk nyílik arra, hogy egy általam választott egy rendben csúzli kosarat levágtam, ennek magának az erős kosarát fogom használni parittyának. A következő az elmélete. Egy erős zsinórra, illetve egy erős előkére föltesszük magát a csúzli kosarat, lehetőleg fonott zsinórral. Az előre elkészített gombócot belehelyezzük magába a parittyába. A dobáskor a gombóc kisebb ellenállása van, ki fog repülni a kosárból, és azt kell elérnünk, hogy legalább egy olyan 80-100 méterre az etetés környékére becsapódjon.
A dobást ugyanúgy végezzük el, mint eredetileg dobnánk egy fenekező szereléket, a csúszli kosár az ellenállása miatt belassul, le fog esni elénk egy 10-15 méterre, de maga a gombóc az egy nagyon-nagyon szép íven el fog repülni az etetésünkig. Előre elkészítünk általában 6-8-10 gombócot, amennyit akarunk etetni, és a következőképpen néz ez ki. A gombócunk az etetéstől balra csapódott be, de a nagyjából a távolság jó. Itt figyelembe kell vennünk majd a szelet, figyelembe kell vennünk azt, hogy egy picit eltolja a gombóc irányát, éppen ezért ellent kell egy kicsit dobnunk. Igazítok a szereléken. Ezt mindig tegyük meg és nézzük meg, hogy tökéletesen lógjon, ne legyen fönnakadás, mert esetleg gubancoláshoz vezethet. Beletöltjük a következő gombócot. Az előzőhez képest egy kicsit jobbra fogok dobni. A csúszli ide leesik elénk, de maga a gombóc az becsapódik 60-80 méterre. Ezzel lehetőségünk nyílik még egyszer, hogy etetőanyagot, tehát előre bekevert, bearomásított etetőanyagot juttassunk az etetésre. Magát ezt a kis palitját egy nagyon egyszerű kis kapocsal rögzítettem. Leakasztom egy kis karabinerrel, elteszem, későbbiekben bármikor rá tudok etetni, és előveszem a rakétát. Az etető rakéta a bojlik, peletek, illetve a szemes takarmány bejuttatására alkalmas. A tetejébe egy szivacs, illetve egy felúszó egység van, maga a kosár részébe pedig bele tudjuk tenni a bojlit vagy a peletet. Az elv a következő: dobás pillanatakor, ugye, mint egy tároló edény, eldobjuk, ez repülés közben megfordul, és szépen be fog szállni az etetésünkre. Bojlit, peletet, kukoricát, szemes takarmányt tudunk beletenni. Megtöltjük, és szintén ez el fog repülni az etetésen, és az etetésre fog becsapódni, föl fog fordulni, kiemelkedik a szivacs, ugye, aminek az a lényege, hogy fölfele kiöntse, mint egy poharat a tartalmát. Látjuk, amikor már fönt lebeg a víz tetején, el tudjuk ki visszafele tekerni. Csalizni fogunk, méghozzá előzetesen tájékozottam, hogy nagyjából mire lehet számítani. A környező horgászok és a tógazda is peletet javasolt, méghozzá büdös halas peletet. Amire szükségünk van egy-egy csalizáshoz, fűzőtűre, aminek egyik végén lejjetőleg fúró van, illetve ugye fűzőtű a másik vége. Az előre fúrt peletet bele fogom húzni a szerelékbe, a horogon lévő fülbe méghozzá. Ezeket vékonyabb előkezsinórral kötjük, hogy lazább, könnyebben mozogjon rajta a csalink, és még a rutinosabb, többször megakasztott pontyoknak se legyen feltűnő, illetve gyanús. Ilyenkor egy picit nehezebben megy, mert minden csuron víz és minden ragad egymáshoz. De ügyeljünk arra, hogy jól álljon a csalink a horgon, hiszen ez az első olyan vonal, amivel találkozni fog a ponty. A későbbiekben majd az orsóval és a bottal is. A szerelékünk a következőképpen néz ki. Egy felcsalizott pelet és maga az ólom. Ezt fogjuk bejuttatni a vízbe. A következő szerelékünk elkészítéséhez a Carp Expert Leadcore zsinórját fogjuk használni. A Leadcore zsinór előnye, hogy a nehezen beetetett, illetve bedobott készségünk, ugye amikor ott van az etetés környékén, képzeljük el, rengeteg pelet, apró mag, ott van a szerelékünk is, onnan az ólomtól emelkedik a zsinór, és ugye sokszor előfordul az úgynevezett beleúszás. Most ezt hivatott megakadályozni a Carp Expert Leadcore zsinórja. Ez gyakorlatilag egy belül olmozott fonott zsinór, amit közvetlenül a szerelékünkhez kötünk. Mind a két végén egy fül van saját anyagához visszaszőve, tehát egy füllel van ellátva. Ezt leteszteltük, 19 kilónál szakad, borzalmasan erős, még a komolyabb monofil zsinórok is megirigyelhetik ezt a szakítószilárdságot. Tehát bízván
ráhagyhatjuk magunkat. Egy egyszerű csomóval felkötjük rá az egyik oldalt. A másik oldal, ahol szintén egy fül van, oda csatlakoztattam egy gyors kapcsot. Egy gyors kapcsot, aminek a végére föltettem az olmot. Az olom előnye, illetve maga a gyors kapocs előnye, hogy egy pillanat alatt leolthatom, illetve kicserélhetem az olmot, hogyha esetleg rosszul választottam és rosszul lőttem be azt a súlyt, amivel az optimális dobótávolságot el tudjuk érni. A gyors kapocsra visszarakom az olmot, ezeket a kapcsokat saját magával le tudjuk biztosítani, illetve le tudjuk zárni, de azért kötésvédőként érdemes ráhúzni egy-egy gumigyűrűt. E fölött helyezkedik el az előkénk, ami a lead-kóron csúszkál, ezzel is biztosítva, hogy a hal minél kevésbé vegye észre, hogy ez egy felkínált horog, ami a szájába fog érkezni. Csalizáshoz Carp Expert Boilit fogunk használni, méghozzá halasat. Semmi másra nincs szükségünk, csak egy fúróra és egy fűzőtűre, illetve egy stopperra. Átfűzzük a boilin. A horgon lévő kis fület keresztül húzom a boilin, és meg fogom ütköztetni stopperrel. Érdemes itt is figyelnünk, mint minden csalizásnál, hogy stabilan üljön bele a stopper, és jól álljon a boili a horgon, ami azt jelenti, hogy nem közvetlenül, jó, belehúztam a boiliba a pelletet, hogy abszolút ne is érezzék a halak. Ugye, amikor a szájukba veszik. Tehát a horog elhelyezkedésénél ne a horog öblébe legyen a boili előkénk, hanem a horog szárához közelebbi oldalon, ezáltal is biztosítva azt, hogy amikor a szájába veszi, nem tudja úgy kifújni, hogy ne akadjon bele. Így néz ki az előkénk. Dobáskor az ólom fog elől menni, feltételezhetően az előke mellette fog repülni, és nem fog összegubancolódni, mert ez a gumi eltartja magától. Miután megvagyunk az etetéssel, és sikeresen bevittük azt a mennyiséget, amire szükségünk van, be kell juttatnunk a szerelékünket is. Dobáshoz sokan dobókesztyűt használnak, ilyen orsóknál és ilyen botoknál még esetleg arra sincs szükség, hiszen nagyon-nagyon könnyen fut le a zsinór, és nagyon-nagyon jól fogja elrúgni magát a bot. Dobás előtt célszerű hátra nézni, hogy honnan indítjuk a szerelékünket. És megcélozzuk a bóját. Beleszámítva az ugye jobboldali szelet. Szépen finoman visszaspanoljuk a zsinort, ügyeljünk arra, hogy az olmunkat ne húzzuk el az etetésről. Megvárjuk, míg a zsinór hasa szépen kiegyenesedik. Föltesszük a botot az állványra. És mivel, hogy pontyozunk, célszerű lesz a fékeket beállítani, azaz olyan állapotra helyezni, hogy tudják húzni a halak, hogyha arról van szó. Tehát egy picit lazítunk rajtuk. Másik szerelékkel is hasonlóképpen járunk el. Ez lesz a közelebbi etetésünk, mármint a közelebbi szerelékünk. Az oldalszél nagy hasat adott a zsinórnak, szépen finoman kell visszacsalni, mert amennyiben nagyon-nagyon erősen meghúznánk, valószínű, hogy elhúznánk az olmot a talajon, és ebből következőleg a horgunkat akár bele is húzhatjuk valamibe az ajzaton, akár egy levélbe, egy nátszálba, és ez azt eredményezheti, hogy amikor beszívja a hal a horgot, nem fog tisztán akadni a szájába, hiszen nem tiszta a horog.
szintén kilazítjuk a fékeket, és utána még kézzel rá tudunk segíteni, ha indokolja. Egyébként a swingernek egy feszítő hatása is van, hogyha már úgy látjuk, hogy nagyjából beállt a zsinór, akkor bízzuk a swingerekre, meg fogják oldani azt helyettünk. Innentől kezdve már csak a kapásra kell várnunk, és bízunk abban, hogy elég jó lesz a felszerelésünk, hogy akár a nagyokat is ki fogjuk tudni szedni vele. Úgy néz ki, hogy meg is van. Figyeljünk arra, hogy elég nagy távolságra horgászunk ilyenkor, nagyon nagy a zsinór nyúlása, ne nagyon erőltessük, próbáljuk meg megtartani, amíg föl nem emelkedik a ponty, és ugye ezzel kiemeli az akadók közül a zsinórunkat. Könnyű a fárasztás, az orsó egy csévélésre majdnem 90 centit összeszed, igazándiból nem kell nagyon tekergetnünk, és könnyen gyűjti föl a zsinórt. Amire figyelnünk kell, hogy mellettünk nád van, el kell húznunk onnan a halat. Egy kis tekerés után pumpálunk egy kicsit, szépen tartjuk feszesen a botot. Hoppá, lemaradt. Itt a part előtt elment. Van ilyen is. Következő majd meg lesz. Azt tudjuk, hogy büdösre jött, úgyhogy érdemes ebben folytatnunk a csalizást. Bízunk benne, hogy ebbe a nagy esőbe érdemes lesz megázni, és egy jó halat fogunk tudni kiszedni. A másik aláhúzta. Szépen visszahúzzuk. Nem voltak húzós kapások, épp hogy csak megspanolta, és ott is tartotta. Szuper volt az akadás felső ajkába, úgyhogy tökéletesen akadt. Nagyon jó akciója volt a botnak, nagyobb kitöréseket is simán le tudta reagálni, és egy nagyobb ellenállásra is ugye képes volt. Fölül akadt neki, úgyhogy feltehetőleg, ugye ahogy beszívanta. Elég hosszú a bajsza a halnak, lehet látni, hogy iszapos a terület, sőt azt is lehet látni, hogy sajnos egyszer-egyszer már megfogták azt a halat. Ezt lefertőtlenítjük, és természetesen megy vissza. Súlya nagyjából olyan 4 kg lehet, illetve hát annyira satszolom. Úgyhogy, és szereti a büdös peletet. Elállt az eső, kisütött a nap, újra húztam a szereléket, és úgy néz ki, hogy ez kellett nekik egy kis időjavulás, egyből el is húzta. Egy kicsit keményebben bánok velük, mert folyamatos akadó van alul, és nem akarom, hogy belehúzzák, megpróbálom őket egy kicsit feljebb emelni. Elég nagy a távolság. Van ideje oldalra menni,
Onnan kell őket visszahúzni. Anélkül, hogy nagyon engednem kéne a féken, a bot kidolgozza szépen. Kicsit nagyobbra számítottam, de gyönyörű példány ő is. Nagyon jól akadt az oldalába. A szerelékről az ólmot elhagytuk, ugye ennek a fülnek az egyik jelentősége, hogyha akadós a terep és esetleg az ólom miatt veszítenénk el halat, egyszerűen kicsúszik ebből a fülből. Szándékosan nem is húztam rá a gumit teljesen, hogy ki tudjon csúszni, de el is hagytuk az ólmot. Sajnos nem az legolcsóbb mulatság, viszont van egy jó halunk is, egy jó horgászélményünk. Szuper, 3 kiló körül van. Hosszú bajszú. A hal torkába lenyúlunk, érzünk egy érdes felületet, ami annyit jelent, hogy a tóba kagyló van, és ezeket törögetik föl, azért a torkuk egy picit érdes. Ebből kiindul a kagylós, büdös bojli, biztos, hogy jó lehet. Vissza is tesszük. Oké, úgy néz ki, hogy lejött. A szerelékről erről is elment. Lehet, hogy akár az mentette meg a halunkat, hogy nem akadt el. Oké. 3-3, egyenlítettem. Próbálom átemelni. Sikerül, akkor letesszük a botot. Jól működött a leadkor előke, illetve jól működött az ólom elhagyó klipsz. Tökéletesen látszik, hogy föl van lazulva a gumi gyűrű gyakorlatilag, illetve ez a gumikúp, és ugye ez biztosítaná azt, hogy az ólom a helyén maradjon. Amikor ezt a feszítést kapja, tehát bent van az ólmunk a helyén, hogy a part felé feszül, nem tud róla leesni. Abban a pillanatban, amikor a hal húzza meg, akkor az ólom, és főleg elakad az ólom, mint ahogy most is történt ebben az esetben, és szinte éreztük, hogy, illetve éreztem, hogy valamint fölakad, és utána hirtelen megkönnyebbül, az biztos, hogy, hogy az ólom elvesztése, illetve az ólom szabadulása eredményezte azt, hogy ezt a halat ki tudtam venni. Szépen akadt, klasszikus formájába, száj alsó részébe, oldalra. És ugye így néz ki a üres horgunk. Nagyon-nagyon szép hal. Ez biztos van egy 5-6 kiló. Engedjük is vissza a halat. Szuper! Egyenlítettem. Úgy néz ki, hogy a mai nap eredménye 6 kapás volt. Abból kettőször sajnos lemaradta a hal. Ez általában a horog miatt volt. Egynél elszakadt a szereléken, feltehetőleg ráhúzta valamelyik komolyabb gyökérre. 3-at sikerült megfogni, az átlagsúlya az olyan 4-5 kiló volt. És ami a legjobb tanulság,
az egész horgászatnak akadós terepen nagyon fontos az etetés. Ha megvan az etetés rakétával, paritjával, utána meg kell találnunk azt az optimális szereléket, amivel ki tudjuk húzni ezeket a halakat. Most ma az ólomelhagyó klip segített rajtunk, azokon az akadós területeken, ami egyébként nem lett volna meg, és szinte biztos, hogy valamelyik gyökérbe belehúzzuk az olmot, most sikeresen leoldódott, így meglett a 6-ból 3. Jó éreztük magunkat, jól muzsikált a bot, jól muzsikált az orsó, meg tudtuk dobni vele azokat a távolságokat, amelyeket akartuk, elértük azokat a távolabbi helyeket, ahol akár 5-6-8 kilós pontyokat is tudunk fogni. Mindenkinek ajánlom, főleg akkor, hogyha hosszabb, nagyobbat akar dobni. Tökéletesen szóltak a fékek. További jó műsornézést kívánok, illetve jó horgászatot. Viszontlátásra!